A Nyírvévé új kabala figurája lombbotont készíti elő a virágokat a korzó épülete előtt. A Tündérkert keleti óvodába járó gyermekek és pedagógusaik mindig nyíló begóniát, kék és fehér petóniát és bársonyvirágot ültettek el a város közterületén. Azért az intézmény részesült ebben a lehetőségben, mert ők nyerték el a város fenntartó pályázatát tündért formáló virágos kertjükkel, amelyet az óvoda épületének környezetében valósítottak meg. Úgy gondolom, hogy a Gondolkodj Virágosan akció egy nagyon jó lehetőség arra, hogy az intézmények, és itt megemlítem, hogy 10 intézmény jelentkezett erre az akcióra, 6 óvoda és 4 iskola, az intézmények kihasználják a lehetőségét és a saját környezetüket szebbé tegyék. Ezzel szebbé teszik a gyerekek mindennapjait, és egyébként Nyíregyháza városát is szebbé teszik. Lehetőséget biztosítottunk számukra arra, hogy anyaghoz jussanak hozzá, viráganyaghoz és termőföldhöz. Természetesen szaktanácsokkal láttuk el őket, hogy miként kell ezeket a virágokat elültetni. A gyermekek nagy lelkesedéssel ültették el a különböző virágokat. A Tündérkert keleti óvoda intézmény vezetője azt mondta, a virágos kert telepítésének nagyon erős közösségépítő ereje volt. Ennek is köszönhetik, hogy az ő alkotásuk lesz minden nap látható a város központi területén. Amikor ezt terveztük, a kolléganők, a gyerekek mind összefogtak, több tündért rajzoltak, gyerekek és dolgozók is, és úgy alakult ki a végleges forma. Amikor a virágokat válogattuk, akkor is nagyon jó volt, hiszen közösen többen választottuk ki a színeket, a virágfajtákat, közösen ültettük a gyerekekkel. Azóta is ez szinte még jobban összekovácsolja a társaságunkat, hiszen a bejáratnál nap mint nap többször találkozunk ezzel a kis virágtündérrel, és nagyon büszkék vagyunk rá, hogy a városban is találkozni fogunk ezután a mi kis virágtündérünkkel. Nem csak a korzó szomszédságában, hanem a város számos más zöld területén ültettek és ültetnek virágokat ezekben a hetekben. Például a Hősök tere vagy az Országzászló tér is egyre színesebb arcát mutatja. A Nyírvévé célja, hogy Nyíregyháza az ország legvirágosabb városai közé tartozzon, ezzel is otthonosabb környezetet teremtve az itt élők és a turisták számára. Több tízezer növény kerül kiültetésre, több tízezer virág, egynyári virág kerül kiültetésre a város több területén. Tekintettel arra, hogy szeretnénk az egész várost felvirágosítani, főleg a frekventált terek lesznek elsődlegesen, de a kivezető utakon esetlegesen a körforgalmaknál, vagy egyéb városrészekben is kerülnek kiültetésre virágok. A célunk ezzel az, hogy még élhetőbbé tegyük a várost, a városlakók számára, valamint az ide látogató turisták számára egy kellemes élményt, egy kellemes esztétikai hátteret tudjunk biztosítani. A virágokat pedig nem csak elültetni kell, hanem azok folyamatos gondozást igényelnek. A Nyírvévénél tucatnyian végzik ezt a feladatot, az ő munkájukat pedig kertészmérnökök felügyelik. A napokban tapasztalt szárazság és kánikula miatt jelenleg a virágok locsolása a legfontosabb, ezt a kora reggeli órákban és késő délután végzik el valamennyi területen.